Szóval a dolog valahogy így néz ki. Hogyha ha. megnézed a kormányt, akkor látszik, hogy itt uh, forgatták a ezt. Pászt. De csúnya, de csúnya. néz, ezt most nem tudom, mennyire látod, de itt ilyen csapok lógnak le. Penisz csapok formájában. Az ürés is végig, 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 végig. A mai alanyunk egy kb. két hónapja tisztított autó, ami teljes körülön ki lett takarítva belül. Ez egy flottás autó volt, leasing szerződésben került a céghez, és most uh, van a leadási határidő jövő héten. Előzetesen ugye felkészültek, szépen kitakarították az autót, és miután kitakarították, ugye vízesen, egyszeresen tisztították, utána eltelt körülbelül kettő nap, addig le volt húzva az ablak, hogy száradjon az autó, majd utána felhúzták az ablakokat, és leálltak vele a mínusz hármas szintre, ahol el volt egy-két hónapot még az autó állásában. És most, hogy már nagyon közel van a határidő, kinyitotta valaki, és észrevette, hogy brutálisan be van az autó, amit már is megmutatok. Ugyanez a helyzet a hátsó ülésekkel is. Most azt a szőnyegeket nem veszem ki, mert nagyon porzik a fenéspórától. Úgyhogy első körben ózalozni fogom megy egy órád biztos, mert csak azért, hogy utána tudj meg dolgozni, és te legyen Isten Az ilyen munkáknál nagyon fontos az is, hogy pontosan tájékoztassuk az ügyfelet, hogy hogyan érdemes a vizes kárpit tisztítás után szellőztetni az autót, illetve utána használni. De ami még ennél is fontosabb, ez az, az én részem, tájékoztassuk az ügyfelet, hogy mire számíthatsz, milyen eredményekre. Mire gondolok itt fontosan rá, hogy el tudom tüntetni az összes látszóhelyről a peniszt, és a spórákat, tehát ami a penész szaporodását lehetővé teszi, azt meg tudom ölni ózont segítségével, de a letelepedett penésztelepeket csak onnan tudom eltávolítani, ahol látszik. Ezért nagyon veszélyes dolog a penész, mert ahhoz, hogy mindent garantáltan eltüntessek, az teljesen atomriaira kéne bontani az egész belteret, tehát kiszedni a műszerfalat, az ajtópanelokat, tetőkárpitot leszedni, a padlószőnyeket kiszedni, mindent igazából, hogy biztosra mehessek, hogy nincsen benne már egy gram se. 90 ig garantálható, hogy a penész nem fog visszajönni, nem egy exakt szám, hogy ez pont 90 de természetesen, mivel az ózon se tud mindenhova behatolni, hiába fertőtlenítem a klímát és az utas teret, benne van a pakliban, hogy visszajön. Ez csak akkor lehet megcsinálni, hogy tényleg szét van szedve minden. Mivel ezt ugye nem tudom megtenni, nem vagyok autószerelő, de ha az lennék, akkor sem biztos, hogy elvállalnám, tehát ez nem rentábilis dolog. Ha vizes vegyszeres tisztítás után az autó, érdemes, tehát ilyenkor lehúzva adni picit az ablakokat, hogyha még áll, tehát zárt helyen, akkor meg különösen igaz ez. Egyébként ez valamennyire így is volt, tehát egy-két napot körülbelül így állt. Sajnos ez úgy látszik kevés volt, de több függetlenül simán lehet, hogy nem a szolgáltató hibázott, hanem, az ügyfél nem ellenőrizte, de hogy minden megszáradt el, hogy egyébként azt korábban elmondta neki a szolgáltató amíg megy az ózon, addig megmutatom, hogy milyen vegyszereket fogok használni ehhez a penészmentesítéshez. Amit mindenképpen használok, az egy enzimes tisztítószer. A Frabernek a Deltex aroma terméke, amit elsősorban nem is a tisztító hatása miatt használok, hanem a hozzáadott enzimek segítenek lebontani a biológiai eredetű szennyeződéseket, úgyhogy ez mindenképpen kerül a keverékbe. Így az, amit még teszek vele, kárpit tisztító, folyékony, Láva terni útra, szintén ráberes termék, a természetesen víz, és ami a lényeg, fertőtlenítő gomba önő felhívított formában, egy az egyhez, vagy egy az ötföz. Erős zsíros szennyeződéseket is könnyedén megoldja. Mondom, szintén nem a tisztító hatása miatt használom, hanem a fertőtlenítő hatása miatt. Ez azért fontos, mert ugye ez az automárt full takarítás után van, sok koszt nem lehet benne, de penész az igen és azt bizony fertőtleníteni kell. A penészes autónál az is bosszantó, hogy az összes eszközt és porszívót és gépet utána extra gondossággal kell eltakarítani. Porzsák utána megy a kukába, minden gépet és eszközt át kell mosni és fertőtleníteni. Ezeket persze időről időre amúgy is meg kell csinálni, de ilyenkor érdemes még egy extra fél órát hozzászámolni a munkaidőhöz is.